2018. november 11-én az évről évre hagyományosan megrendezésre kerülő amatőr vízilabdatorna keretein belül adták át az elmúlt hónapokban felújított városi úszodát Kistarcsán. A fejlesztések részleteiről a torna megnyitóján Szemán Gergely, a Kistarcsai Városi Művelődési és Sportközpont Nonprofit Közhasznú Kft. Sportreferense, az úszoda vezetője számolt be. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a 19. amatőr vízilabda tornán. Mielőtt elkezdenénk a mérkőzéseket, engedjétek meg, hogy röviden beszámoljak az elmúlt két és fél hónap úszodai munkálatairól, fejlesztésekről és jövőbeni terveinkről. A tavalyi évben, amikor mint Kistarcsai VMSK Kft. Átvettük az úszoda üzemeltetését, első dolgunk az volt, hogy megvizsgáltuk az úszoda, illetve a medence állapotát. Sajnos akkor azt tapasztaltuk, hogy a medence szerkezet a folyamatos vízszivárgásnak köszönhetően nagy mértékben károsodott, és ezt a szakértői vélemények is alátámasztották. Ezért mindenki egyetértett abba, hogy sürgős beavatkozásra van szükség. Ahogy talán Ancsa néni fogalmazott, találóan, életmentő műtétet kellett végrehajtani az uszodám. Ügyvezető asszony határozott fellépésének köszönhetően és képviselőtársaim támogatásának köszönhetően 35 millió forintot biztosítottunk az uszoda rekonstrukciós és állagmegóvási munkálataira, melynek keretén belül megújult a medenceterünk, a medencetérnek a szigetelése új burkoló lapokkal együtt. A lefolyótesten lévő medencerácsok, a padlóösszefolyók, a korlátok és lépcsők is kilettek cserélve, valamint itt az úszoda hátsó részén lévő padozat is elkészült. A régi, elavult, sokat fogyasztó lámpatestjeink helyett új energiatakarékos lámpák lettek felszerelve, és úszodatechnikai és gépészeti fejlesztéseket, illetve eszköz beszerzése is lehetőségünk nyílt. Digitális hőfokszabályzót és a kiegyenlítő tartályba pedig egy szintérzékelő automatikát is sikerült beszerelni. Nem a beruházás szerves része, de fontos fejlesztés, hogy nagy igény volt már rá egy víz alatti porszívó beszerzésére is. Én úgy gondolom, hogy ezekkel a fejlesztésekkel nagyban hozzájárulunk ahhoz, hogy az úszodánk megújuljon, és ettől természetesen még nem dőlhetünk hátra, mert feladatunk van még bőven, hiszen második ütembe szeretnénk a medence alsó szerkezetét megerősíteni, illetve új öltözőrendszert és tanmedencét is szeretnénk a jövőben kialakítani. A mérkőzések megkezdéséhez Solymosi Sándor Kistarcsaváros polgármestere nyitotta meg a tornát. Képzeljétek el, fiatalabbak, mondom, ha hisztek, ha nem, a legelső vízilabda tornán már én itt voltam résztvevőként, és megfenyegetlek benneteket, ma is itt leszek, tehát találkozunk. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan összejöttünk megint. Bízom abban, hogy nem csak én vagyok itt a kezdőcsapatból, ismerősnek tűnő arcokat azért látok bőven, úgyhogy nagyon jó szórakozást, jó sportolást, komoly küzdelmeket kívánok, és remélem, hogy ez a mai vasárnap délután is kellemes élményekkel fogja gazdagítani az életeteket. És akkor hajrá gyerekek, gyerünk, vízilabdázunk, ezzel megnyitom a rendezvényt. Most már a 19. vízilabda torna. Kicsit rövid volt az idő a uszoda kinyitása és a rendezvény között, úgyhogy kicsit nehezen tudtuk a csapatokat összeverbuválni, de így is 5 felnőtt csapat és 4 gyerekcsapat részvételével 16 játékos mérkőzést vívnak a mai napon a csapatok. Közösen szerveztük a VMSK Kft-vel, az anyagi részét
és a főzős részét a BMSK intézte, szervezte, a szakmai részét, a csapatok beosztását, a verseny lebonyolítását pedig a Buksport Egyesület önkéntesei, meg edzői végezték. A környékbeli szülők, ismerősök, a régi vízilabdázók, a felnőtt csapatok között indultak a már innét elment vízilabdázó gyerekek, akik még nem felnőttek, de a tudásba fölülmúlják az itteni felnőtt játékosokat. A új vízilabdázóknak nagyon lelkes apukáik alkottak egy másik csapatot, az önkormányzatnak van egy nagyon lelkes csapata, a gyerekek pedig a mostani versenyzők közül, meg akik nem versenyeznek még a vízilabda klubba, 9-12 éves gyerekek, őbelőlük csináltunk 4 csapatot, és ők vívnak nagy csatákat. 2x5 perces mérkőzéseket vívnak a csapatok, körmérkőzés, mindenki mindenkivel játszik, elég szoros mérkőzéseket játszanak, elég jó a hangulat. Egy-két apróbb sérülés történt, de hát ez a vízilabda kemény sportág, úgyhogy ez benne van. Érmeket kapnak a csapatok, és a lelkes szülők jóvoltából rengeteg sütemény, meg egy hatalmas torta lesz az első helyezetnek a jutalma. Én úgy látom, hogy nagyon lelkesek, hát ilyen még nem volt, hogy például az önkormányzat csapatát nem kellett kiegészíteni, mert teljes csapattal jöttek. A gyerekek meg lelkesek, hogy hát ha beférnek valamelyik csapatba pótemberként még a nagyok közé, úgyhogy minél többet szeretnének játszani. Rendkívül felkészült, sportos csapattal készültünk a mostani megmérettetésre. Ugye az önkormányzók mindig egy fogalom, akik beállnak és hagyják, hogy üssék verjék őket, és aztán vesztesként, de mégis megdicsőülten kiszállnak a mezőnyből. Tehát gyakorlatilag mi egész évben nagyon keményen készülünk arra, hogy ne készüljünk. Tehát semmi edzés, itt alkalmi csapatokat hozunk össze. Most én úgy látom, hogy mind fizikálisan, mind termetben, mind habitusban egy nagyon kemény és összeszokott csapatot tudtunk felvonultatni, akik állják a sarat, és egy ilyen 3-4-5 mínuszos gólkülönbségtől eltekintve tökéletesen jól érezzük magunkat. A legnagyobb boldogság az, hogy itt több generáció találkozik most ennek a rendezvénynek a kapcsán, ahol én azt gondolom, hogy a generációs ellentétek maximálisan elsimulnak. Maximálisan tiszteljük a fiataloknak a odaadását és a szorgalmát, amivel technikailag messze-messze fölénk emelkednek. Nagyon örülünk, hogy ezzel a gyorssegéllyel most talpra tudtuk állítani a medencét, és nyilvánvalóan ennek kell, hogy legyen folytatása, mert olyan állapotok uralkodnak len itt alattunk, szó szerint alattunk a lábunk alatt, amelyek miatt nyilván sajnos a korábban említett 35 milliós összegnél messze többet kell beinvestálni ahhoz, hogy meg tudjuk menteni és tovább tudjuk vinni az uszodát és az uszodai életet és a vízisportot, de azon vagyunk minden erőnkkel, hogy ez így legyen, és nyilvánvalóan elindítottuk a megfelelő, ha úgy tetszik, lobby folyamatot, levelezést és kérelmek sorát, hogy egyrészt a TAO pénzek segítségével, másrészt pedig egyáltalán a szükségszerűség igényével, figyelembe véve a város anyagi helyzetét, megpróbáljuk azért a következő 30 évre is működésbe lendíteni ezt az úszodát, tehát van mit csinálni.
nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, mert amíg zárva volt az uszoda, közben nekünk elkezdődött a bajnokság két korosztályban. A 2006-os és a 2007-es Budapest bajnokságban veszünk részt, és nagyon nagy segítséget kaptunk a Honvédtól, meg az Assi Vasastól, hogy hetente háromszor be tudtunk menni a szülői segítséggel, autókkal délután 5-től fél 8-ig edzeni a Kőér utcai, illetve a Paskál uszodába. Hatalmas segítség volt, és meg is van az eredménye, mert eddig a bajnokságban rendkívül jól szerepelnek a gyerekek. Tehát egy-egy döntetlen, és inkább nagy arányú győzelmeink vannak. Úgyhogy köszönet a segítségére a szülőknek, plusz a kollégáknak, akik befogadtak minket. De most már itthon vagyunk újra, és várjuk a gyerekeket újra, akik lemaradtak, kimaradtak, vagy akik újonnan szeretnének jönni. Főleg a 7-8-9 éves gyerekeket várjuk, hogy ők is VUK csapattagok legyenek.